Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mit szóltok a jelenlegi világunkhoz? De tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Jó, tehát jó meleg, de azon kívül, hogy jó meleg. De az a rész természetes, hogy nyáron meleg van, nem? Akkor lenne furcsa, ha nyáron hideg lenne, nem? Tehát... De politikailag is meleg a helyzet. Milyen politika? Miért kell politikával foglalkozni, és akkor nem lesz meleg a politikai helyzet? Ennyi. Foglalkozzanak a politikával a politikusok, az a dolguk, nem? Civileknek, mivel nem politikusok, ezért nem kell politikával foglalkozni. Ez olyan, mint hogyha valaki nem autószerelő, és neki áll bütykölni az autóját, akkor csak elrontja. Oké? Szóval... De bármit, ha valamihez valaki nem ért, akkor az nem kell foglalkozni. Meg olyan dolgokkal se kell foglalkozni, ami nem tőlünk függ, nem? Tehát amire semmilyen hatásunk nincs. Tehát a politikára nincs hatásunk, a választásokkor talán valamennyit, de az sem, de személyesen most, hogy egyre többen szavaztak valamilyen politikai pártra, vagy kevesebben, az nem osz, nem szoroz. Persze, ha mindenki így vélekedne, akkor senki nem menne el szavazni. Az érdekes lenne, ha senki nem menne el szavazni, nem? Hát akkor kit választanának meg, ha senki nem menne el szavazni? Nem maradhatna. Nem maradhatna. Na, nagyon érdekes lenne. Na mindegy, de nem is ez a lényeg, csak ugye ez most így eszembe jutott. Hanem az, hogy azzal foglalkozzon az ember, amihez ért, nem? Tehát amihez nem ért, meg amihez nincs köze, meg amire nincs hatása, az aminek foglalkozni. De hát az emberek azok szeretnek más dolgával foglalkozni, nem? Szeretik beleütni az orrukat olyan dolgokba, amihez igazából semmi közük, semmi hatásuk, ráhatásuk nincsen. De egy ilyen világot élünk. Régen ez nem így volt. Régen az emberek nem ütötték bele más dolgába az orrukat. Sőt, ugye régen mondták is, amit manapság nem hallani ezt a mondást, hogy ne üsd bele mindenbe az orrot. Tehát tényleg nem hallani ezt mostanában, már nem mondják. Mert ugye egy olyan törekvés lett, hogy az emberek azok beleüssék mindenbe az orrukat, akkor is, ha nem értenek hozzá. Tehát, hogy ne, tehát ennek nagyon egyszerű oka van, hogy ne a saját dolgoddal foglalkozz, mert még ha esetleg a saját dolgoddal foglalkoznál, akkor még haladnál is. Nem? Tehát, hogyha mindig más dolgával foglalkozol, akkor te sose fogsz haladni. Főleg, ha olyan dolgokkal foglalkozol, amire az ég adta világon semmi hatásod nincs, vagy semmilyen szinten nem értesz hozzá. Hát mondod meg, mi lesz belőle. Elviszi csak az idődet, nem? Elviszi a figyelmedet, és akkor a saját dolgaiddal meg nem halad. És ha nem haladsz, az életedben nem úgy haladsz, ahogy kellene, akkor mit kell majd csinálnod? Hát ha más halad, vagy azt látod, hogy halad, mert azt nem látod, hogy az emberek miből haladnak. Így értve. Nem látod, hogy hitelből haladnak, vagy fizetésből haladnak. Ezt nem látod. Nem fogják neked az orrodra kötni, hogy most ő, mit tudom én, vett egy autót, és akkor azt készpénzre vette, vagy mondjuk egy drága autót készpénzre vette, vagy hitelre. Vagy ha vett egy házat, akkor nem fogja az orrodra kötni, hogy készpénzre vette meg, vagy hitelre. Tehát ezáltal csak azt látod, hogy haladnak emberek, a legtöbb ember a sajnos ebben a világban már hitellel halad, és akkor te is úgy vagy vele, hogy hát nem tudsz haladni, mert a figyelmed nagy része az nem a saját dolgaidon van, hanem másra figyelsz, és akkor ugye az történik, hogy hát nincs elég pénzed. Tehát az életedet, azt, mivel nem elég figyelmed van a saját életedre, és a saját boldogulásodra, a saját jövedelmedre például, nincs elég időd meg figyelmed, ezért mit csinálsz? Hát ugye kénytelen vagy úgy boldogulni, hogy fölveszel hitelt. Így élnek ma az emberek.
Érted? Na most én életemben sok sikerkönyvet olvastam. A sikerkönyv azt jelenti, hogy írnak sikerkönyveket olyan emberek, akik sikeresek, megírnak olyan sikerkönyveket is emberek, akik abból lettek sikeresek, hogy sikerkönyveket írtak. Jó, tehát ugye ez nagy különbség van a kettő közt, mert hogy abból lett valaki sikeres, hogy sikerkönyveket írt, az gyakorlatilag fogalma nincs, hogy hogy lehet a civil életben sikeresnek lenni. Tehát ugye viszont voltak olyan emberek, akik sikerkönyveket írtak a saját életükről. Oké? Tehát későbbiek folyamán, mikor már elértek eredményt. De olyanok is írtak sikerkönyveket, akik másnak a haladásáról írták meg a sikerkönyvet. Szóval háromféle sikerkönyv van, én mind a háromfélét olvastam, de lényeg az, hogy a sikeres emberek átlagosan jóval több időt töltenek el pénzkeresettel, mint, nem az átlagos emberek, bocsánat, a jómódú emberek, tehát a gazdagok, a jómódú emberek az átlagnál többet, jóval többet töltenek el pénzkeresettel, mint az átlagember. Érted? Tehát jövedelem teremtéssel több időt töltenek, méghozzá átlagosan olyan 40-50%-kal több időt. De nem az egész életükben, hanem akkor, abban az időszakban, amikor megteremtik azt, hogy a jó létüket. Tehát a jó létüket megteremtették. Na most képzeld el, hogyha az emberek figyelme a saját életükön lenne, és azzal foglalkoznának, hogy minél több legyen a jövedelmük, tehát a Földön nincs korlátlan jövedelem, ha neki, ha, mit tudom én mondjuk, a bolygón mondjuk van 8 milliárd ember, abból ultragazdag, körülbelül 10 000. Tehát ultragazdag. 10 000. Tehát ennél a 10 000-nél mondhatjuk azt, hogy több pénz van, mint mondjuk 6 milliárdnál, vagy 7 milliárdnál, érted? Na most, akkor vannak a kevésbé gazdagok, de gazdagok, hát azok vannak körülbelül ugye a Földön még egy ilyen pár millióan, tehát pár millióan. És mondhatjuk azt, hogy a lakosság 99%-a az tehát inkább azt mondom, hogy 97%-a átlagember, 2%-a az jómódú, 1%-a meg gazdag. Jó? Tehát ez az arány. Tehát az átlag az azt jelenti, hogy az átlagnak van nyilván szegény része, van a középrétegnek ugye alsó része, középső része, tehát különböző része és magasabb része, de az még nem jómódú. Tehát a jómódúak vagy a gazdagok azok úgy működnek, hogy már megteremtették azt, hogy képesek legyenek az idejüket szabadon felhasználva élni. Érted? Tehát szabadon felhasználva élni úgy, hogy mindent meg tudnak venni, amit szeretnének. Érted? Hogy mindent el tudnak anyagilag érni, amit szeretnének. Tehát ezt jelenti, ez 3% a bolygón. Jó, de azt is ketté kell bontani, mint az imént említettem, jómódúra és gazdagokra. Jó, a gazdag az 1%. Tehát 100-ból 1. Na most akkor nézzük, tehát miért nem tudja elérni a 97% azt, amit a 3%? Mert a 3% azzal foglalkozik, ami a dolga. A 97% meg nem csak azzal foglalkozik a dolga, ami a dolga, hanem minden egyéb mással. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk van az embernek, mit tudom, egy átlag ember él 80 évig. És ugye abból van a gyerekkor, az durván 20 év. Tehát az embernek van további 60 éve arra, hogy
megteremtse a saját egzisztenciáját. Na most, az azt jelenti, hogy a gazdagok azok általában egy olyan 10-20 éven belül, tehát a jómódúak és a gazdagok 10-20 éven belül megteremtették azt, hogy ők jómódúak, hogy gazdagok legyenek. Tehát 10-20 éven belül. Érted? Ami azt jelenti, hogy abból a 60 évből, mondjuk vegyük a 20 évet, 40 évet jómódban és gazdagságban élnek, úgy, hogy szabadok. Érted? Tehát szabadok. Tehát az idővel ugyanúgy rendelkeznek, mint a pénzzel. Világos ez? Tehát az idővel is azt csinálják, mint a pénzzel. Szabadon felhasználják. Oké? Na most az átlagember az időt és a pénzt nem használja föl szabadon, mert nem tudja felhasználni szabadon. Jó, és miért nem? Mert a figyelme az nem a munkájára, a jövedelem teremtésre jövedelemteremtéshez kötődik 10-20 éven keresztül, nem, hanem ugye megtanították neki, hogy neki az a dolga, hogy foglalkozzon mindennel, mindennel, amihez nem ért, mindennel, amihez semmi köze, foglalkozzon vele, és az idejének, a figyelmének a jó része az elmegy, tehát az idejének a jó része nem jövedelemteremtéssel megy el, hanem jövedelemköltéssel megy el. Tehát én azt megfigyeltem, mivel ugye én 91 óta foglalkozok emberekkel, 93-tól van csapatom, nem azóta tanítok, 91-től van csapatom, 87-ben kezdtem el végül is emberekkel foglalkozni, tehát nem jól mondtam az imént, tehát 87, 91, 93, és azt figyeltem meg, hogy az emberek, azok, ugye nyilván én átlag emberekkel találkoztam, ugye több mint 100 000 emberrel működtem már együtt, tehát azt figyeltem meg azokkal kapcsolatban, akik itt voltak, és kapcsolatba kerültem valamilyen szinten, nyilván nem mind a 100 000-rel közvetlenül kerültem kapcsolatba, hanem ugye a többséggel azért közvetve, tehát az azt jelenti, hogy az ismerősöm ismerőse, jó? De itt a PPH-n belül. Na és azt vettem észre, hogy az emberek azok ugye úgy élik az életüket, mit akartam mondani, mindjárt szembe jut. Tehát úgy élik az életüket, hogy tehát a gazdagok azok, és a jómódúak azok 10-20 évig csak arra koncentrálnak, hogy jövedelmet teremtsenek, tehát csak arról foglalkoznak, tehát 10-20 évig, érted? Az átlagemberek pedig azt csinálják, hogy teremtenek egy kis pénzt, és utána elköltik. Tehát avval töltik az időt, hogy utána elköltik a pénzt. Tehát amit keresnek, azt, vagy amit teremtenek, azt elköltik. Na most ahhoz is pénz kell, hogy az ember elköltse a pénzét. Na azt figyeltem meg, hogy azok az emberek, akik jól csinálják, az azt csinálják, hogy teremtik a pénzt, és aki teremti a pénzt, annak nincs ideje avval foglalkozni, hogy elköltse. Érted? Tehát annak van ideje, hogy elköltse a pénzt, akinek van ideje arra, hogy elköltse a pénzt. Érted? Tehát azóta például, mióta én saját magam, ugye, hát a legfontosabb dolog az életemben az a tevékenység, ugye, amit csinálok a PPH-n belül, és nincs arra időm, hogy én a pénzköltéssel foglalkozzak. Tehát nincs arra időm. Érted? Tehát én nem tartozom a gazdagok közé, de beletartozom a jómódúak közé. Jó? Tehát
azért abban 3%-ban benne vagyok, de nem az 1%-ban, hanem a 3%-ban. Na szóval, lényeg az, hogy, ezt kellene végig gondolnia mindenkinek, és ez egy tanítás is egyben, hogy mennyi ideje marad költeni a pénzt. Tehát sok ember több időt töltene a pénzköltéssel, mint a pénzteremtéssel. Az átlag emberek. Tehát elérték náluk azt, hogy a figyelmük az ne arra forduljon, hogy ők teremtik a pénzt, ugye a pénzt nem keresni kell, hanem teremteni. Tehát nem avval foglalkoznak, hanem azzal foglalkoznak, hogyha van egy kis pénzük, akkor elköltsék. Oké? Na most még egyszer mondom, ha valaki nem tud spórolni, nem gond. Dolgozz annyit, hogy ne legyen időd elkölteni a pénzedet. Érted? És nem gond, hogy nem tud spórolni. Mert ha annyit dolgozol, hogy örülsz, hogy tehát reggel felkelsz, elvégzed, amit szükséges, utána pedig este lefekszel, érted? És közte nincs annyi időd, hogy pénzt költs. És nem kell foglalkozni azzal, hogy takarékoskodj. Érted? Az a baj, hogy azoknak kell foglalkozni azzal, hogy takarékoskodjanak, megtanuljanak takarékoskodni, akiknek van bőven idejük arra, hogy elköltsék azt, amit teremtettek. Érted? Na most, aki elkölti azt, amit teremt, pénzt, akkor ő sose lesz jómódú. Tehát jómódú vagy gazdag, még egyszer mondom, az, aki a pénzével és az idejével is szabadon tud rendelkezni. Érted? Jó? És tehát van mindenre pénze, és van mindenre ideje. Érted? De azt, hogy ezt megtehesse az ember, hogy mindenre legyen pénze, és mindenre legyen ideje, amit szeretne természetesen, mind a két esetben, mert mindenféle hülyeséget az ember minek vegyen, mert mindenféle hülyeségre minek töltse el az idejét, de ehhez kell 10-20 év. Érted? Tehát ha valaki neked az életében azt mondta, hogy meg lehet gazdagodni pár év alatt, vagy pár hónap alatt, az hazudott. Jó? Az hazudott. Mert az emberek ugyanis pár hónap alatt, vagy pár év alatt szeretnének meggazdagodni, és ezért elhiszik azt, tehát az ember elhiszi azt, amit szeretne, érted? Így működik. És az emberekkel ezért el lehet hitetni, hogy meg lehet gazdagodni pár hónap alatt, vagy pár év alatt, mert ezt szeretnék. És amit az ember szeretne, tehát ezt jegyezd meg, amit az ember szeretne, azt el tudják veled hitetni, amit szeretnél, érted? Tehát figyelj erre, mert ezzel tudnak manipulálni téged emberek, hogy kiderítik, hogy mit szeretnél, és utána elhitetik veled, hogy azt így el fogod érni. Jó? Tehát minden jómódú és gazdag, példa jó, legalább kétszer, de inkább háromszor visszazuhant. Lehet, hogy még rosszabb anyagi helyzetben, mint előtte volt. Érted? Mindenki. Tehát nem egyszer, hanem kétszer legalább. De vannak, akik többször, mint kétszer, háromszor, négyszer. Érted? Ez alatt a 10-20 év alatt. Jó? Na most, tehát én nem azt mondom, hogy akarj jómódú lenni, vagy akarj gazdag lenni, én nem mondom ezt. Te dolgod. Én csak elmondom, hogy mik a feltételek ezzel kapcsolatban, és mindenki, akit ezzel kapcsolatban mást mond, az hazudik. Jó? Tehát, hogyha megnézzük azok, akik rövidebb idő alatt
lettek gazdagok, azok vagy tisztességtelen úton csinálták meg, embereket átvertek, loptak, csaltak, hazudtak, jó? Na most, ha az ember úgy boldogul, hogy lopcsal hazudik, akkor annak úgy is lesz ránézve negatív következménye. Méghozzá kőkemény. Jó, tehát ezért ezek nem alternatívák. Tehát akik, mit tudom én, direkt híresztelik, hogy milyen rövid idő alatt meggazdagodtak, mit tudom én, mondjuk egy Bill Gates, oké, aki a Microsoftnak a vezetője volt, vagy még talán most is, nem tudom. Na hát neki is kellett annyi 10-20 év. Hát mikor kezdte? Hát 80-as években kezdte, érted? Hát 80-as évek elteltek 40 éve. 40 éve. Vagy mit tudom én, a Facebook alapítója. Hát hány éve van a Facebook? Hát 20 éve van a Facebook. Érted? Tehát ő se az első pár hónapban lett gazdag, de ráadásul ugye ő egy Rockefeller családból származó egyén. Érted? Tehát ő a Rockefeller családnak a része. Hát nem mindenkit hívnak Rockefellernek a Rockefeller családban. Ő egy Rockefeller unoka. Érted? De ha például egy Rockefeller lánynak egy másik férfi, más nevű férfi lesz a férje, akkor a gyereküket már nem Rockefellernek fogják hívni. De attól még Rockefeller unoka. Érted? Tehát csak, hogy tiszta és világos legyen, hogy óriási hátszele volt annak a srácnak. Jó? Hogy hívják a Facebooknak a Zuckerberger, vagy Zuckerberg, mindegy. Jó, tehát? Igen, cukros bácsi. Mondom, Rockefeller. Jó, tehát a Rockefeller család része. Tehát a Rockefeller család az meg a világ egyik leggazdagabb családja. Jó? Szóval, ezt most miért mondom? Csak azért, mert ahhoz kapcsolódik, hogy egy olyan világban élünk, ahol arra törekednek, hogy a te figyelmedet elvigyék. Érted? Mindenféle hülyeségre elvigyék a figyelmedet. És erre a legtöbb átlag ember az vevő. Oké? Tehát ha te azt akarod, hogy na most mit akarhat az ember? Hát ha megnézed, az is fontos a gazdagoknál, tehát olvashatod megint csak a sikerkönyvekben, de azoktól, akik ugye vagy gazdag embert írtak le, vagy gazdagként írt sikerkönyvet, hogy olvashatod náluk, hogy egy dologra fókuszáltak. Nem több dologra. Tehát nem két, három, négy, öt dologra, egyre. Tehát a gazdag emberek azok egy dologra fókuszáltak, és egy dolgon gazdagodtak meg. Érted? Hát nézd meg, Microsoftnak, ugye Bill Gates, vagy a Zuckerberg, vagy Berger, szinte egy dologgal foglalkoztak, érted? Egyel. Nem többel, egyel. A legtöbb átlagember az több dologgal akar foglalkozni. Érted? Tehát az az eleve garancia arra, hogy soha ne legyél jó módú, ha több dologgal foglalkozol. Tehát minél jobban megoszlod, oszlik egy embernek a figyelme, annál sikertelenebb lesz. Jó? Tehát ezek most tanítások, de hát ugye módszerek úgy sincsenek benne, de hát ha lesznek emberek, akik megfogadják. Jó? Tehát vannak olyan gazdag emberek, akik mondjuk
mint például a Soros György, ugye az kezdetektől fogva tőzsdén kezdett el gazdagodni, pénzt teremteni, és a tőzsde által lett jó módú. Tehát ő nem tartozik egyébként a nagyon gazdagok közé, de nagyon jó módú. Tehát az azt jelenti, hogy hát a tőzsde területét lovagolta meg, érted? Jó, utána már, mikor már volt bőven pénze, akkor másba is befektetett, de nem hiszem, hogy foglalkozott vele. Érted? Tehát, ugye tanulmányoztam ilyen híres gazdag családoknak az életét is, és mit tudom én, bankárok voltak. Érted? És a banki szakmából, a bankár szakmából, hát óriási vagyonokat csináltak, és nyilván utána csinálnak olyanokat emberek, hogy fogják, és a vagyonnal kell valamit kezdeni, és befektetik más területekbe is. De nem azért, hogy azzal akarnak foglalkozni, hanem oda fölvesznek olyan embereket, akik majd foglalkoznak vele. Érted? Tehát az embernek már annyi pénze van, hogy be kell fektetni máshova, akkor úgyis keres oda olyan szakembereket, akit megfizet, és akik viszik tovább azt a tevékenységet. És ő csak azt nézni, hogy hát akkor nézzük az eredményeket. Ha nincsenek kellő eredmények, akkor kirúgja a vezetőt, az fölvesz másikat. Jó? Tehát nem azért foglalkoznak a gazdag emberek esetleg több dologgal, mert kezdetben is több dologgal foglalkoztak, nem. Mindig egyel foglalkoztak, érted? Tehát úgy érték el azt, hogy gazdagok legyenek, hogy egy dologgal foglalkoztak, mint például a Rothschildok. Mivel foglalkoztak? Banki tevékenységgel. Érted? És azon gazdagodtak meg. Bankárként gazdagodtak meg. Rockefellerék mivel foglalkoztak? Tudjátok? Olajjal. Így van, olajjal. Ők az olajon gazdagodtak meg. Így van. Így van. Tehát nem számos dologgal foglalkoztak, hanem 10-20 évig, ameddig nem gazdagodtak meg, addig egy dologgal foglalkoztak. Jó? Egyel. És nyilván olyan dologgal kellett nekik foglalkozni, amin esélyük volt arra, hogy meggazdagodjanak. Tehát ők nem alkalmazotti létből akartak meggazdagodni. Mint sokan most az átlag emberek közül alkalmazotti létben akarnak meggazdagodni. Hát ezt tudjuk, hogy nem lehet. Tehát az lehetetlen. Alkalmazotti létből meggazdagodni nem lehet. Na most, tehát ezt azért mondom el nektek, hogy átlássátok, hogy egy olyan világban élünk, ahol arra manipulálnak benneteket, hogy a figyelmedet minél jobban szétszórd. Ha a figyelmedet szétszórod, akkor az idődet is szétszórod. Tehát ami azt jelenti, hogy nem koncentrálod az idődet egy dologra, hanem sok dologra koncentrálod. Hát most megnéznéd a lakosság nagy részét, tudom én, 90 akárhány százalékát, mondjuk itt Magyarországon, megnéz, mit tudom én, hogy mennyit keres éves szinten, mondjuk a lakosság 96 százaléka mennyit keres éves szinten, jó? És akkor megnéznénk statisztikailag, hogy a lakosság 96%-a mennyit költ évet szinten, lehet, hogy az jön neki, hogy többet költ, mint amennyit keres. Érted? Miért? Mert fölvesztek hitelt is. Tehát bazi sok hitel. De ez nem csak Magyarországon van így. Hát ez Amerikából indult ki. Tehát ott kezdődött ez a hülyeség, hogy többet költenek, mint amennyit keresnek. Na most csak ezzel egy gond van, hogyha az ember számolgat, és többet költ az ember, mint amennyit keres, akkor ez egy csapda,
ennek a vége egy zsákutca. Hogy fogja visszafizetni? Tehát ez egy zsákutca. Tehát gondold végig az egészet logikusan. Ez egy totális zsákutca. Tehát egy egyén többet költ, mint amennyit keres, akkor a vége az kudarc lesz. Érted? A vége az lesz, hogy anyagilag megzuhan. Az lesz a vége, az természetes dolog. De logikus, ez sima matek, semmi más. Aki tanult matekot az általános iskolába, kezdetben még számtan, utána matek, ez a számtan is bőven elég, nem is kell hozzá matek. Rájöhet, hogyha egy ember elkezd többet költeni, mint amennyit keres, akkor végül anyagilag padlót fog fogni. Jó? Tehát de most, ha megnéznéd mondjuk a 96%-ot, akkor biztos vagyok benne, hogy a lakosság 96%-a többet költ, mint amennyi pénze van. Még akkor is, ha a lakosságnak vannak megtakarításai. Oké? Még akkor is. Hát eleve gondold végig, sok esetben akkor vehet föl az ember kölcsönt, ha van megtakarítása. Ha nincs megtakarítása, sok esetben nem is adnak kölcsönt. Oké? Tehát gondold végig, ha mit tudom én, akarsz venni egy házat, akarsz venni egy autót, kell lenni alaptőkének, különben nem adnak. Érted? Tehát kell, hogy kellett lenned megtakarításodnak, különben nem adnak. 100% hitelt nem adnak. Ritka, hogy valaki kapjon 100% hitelt a mai világban. Lehet, hogy adnak, mit tudom én, 90%-ot, vagy 60%-ot, érted? De a többi az megtakarításnak kell lenni. Na szóval, egy olyan világban élünk, ahol így át vannak verve a lakosság, szó szerint. Teljesen át van verve itt pénzügyi téren. Most nem fejeztem be egy mondatot, de most fogom befejezni azt a mondatot, hogy ugye azért csinálják ezt az egészet, mert a világon van egy meghatározott pénzösszeg. Oké? És ha az emberek nem így csinálnák, hanem úgy, ugyanúgy, mint ahogy a gazdagok csinálják, hogy a figyelmüket a pénzteremtésre koncentrálnak, és a pénzköltésre nem, akkor az azt jelenti, hogy a gazdagok sokkal szegényebbek lennének, az átlag emberek meg sokkal gazdagabbak. Oké? Ugyanis az a pénz, az nem egy felé, a gazdagok felé irányulna, és a gazdagoknál lenne a pénz nagy része, mondjuk a 3%-nál körülbelül legalább annyi pénz van, mint a 97-nél. Maradjunk ennyibe, jó? Tehát a 3%-nál legalább annyi pénz van, mint a 97%-nál. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy ha az átlag emberek foglalkoznának azzal, hogy több pénzük legyen, akkor a gazdagok szegényebbek lennének, érted? Akkor az azt jelenti, hogy az arányuk az lenne, hogy mit tudom én mondjuk, a gazdagoknak a pénzének a fele lenne a gazdagoknál, érted? A másik fele meg a népnél. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy mit tudom én, csak egy példa, jó? Mondjuk van 1 milliárd, és tök mindegy mi, 1 milliárd. Tehát nem mindegy, hogy az 1 milliárdnak a 3%-a, az kinél van, érted? Tehát az azt jelenti, hogy van a 3%, és annál annyi pénz van, mint az összes többinél, tehát a 3%-nál van 500 millió, érted? Az 1 milliárdból, érted? A 97%-nál is 500 millió van. Tehát a 3%-nál annyi van, mint a 97%-nál. Van 500 millió, érted? Az azt jelenti, hogy ha elosztod az 500 milliót a
97%-kal, tehát a lakosság 97%-kal, akkor egy töredék összeg van ahhoz képest, mint amennyi összeg van a 3%-nál, érted? Na most, ezt azért mondom, mert egyszerű. Tehát, hogyha az ember, tehát mindig ugyanabból az összegből kell indulni. Ha a lakosság gazdagodna, a gazdagok szegényednének. Ha a lakosság szegényedik, a gazdagok gazdagodnak. Világos? Tehát nincs olyan, hogy több pénz. Akkor lenne több pénz, hogyha mondjuk a Marsról behoznának, vagy a Vénuszról, érted? Tehát nincs több. Tehát egy országban, ugyanúgy működik a Föld, mint egy ország. Egy országban sincs több pénz. Érted? Mennyi a pénz az országban, mennyi a vagyok? Annyi a pénz. Világos? Tehát nem tud több lenni. Tehát több vagyon úgy tud lenni, hogyha még hozzátolják a Földhöz mondjuk a Marsot. Tehát vagy a Vénuszt. Tehát is akkor több van. Tehát nincs több vagyon. A vagyon az annyi, amennyi van. Érted? Nem tudnak több vagyont csinálni. Hát most gondold végig, mit tudom én, építenek házakat, de nyersanyagból építik. Tehát a nyersanyagot használják föl. Nem az űrből hozzák a nyersanyagot. Érted? A Földből. Tehát az azt jelenti, hogy kevesebb lesz a nyersanyag. Világos ez? Tehát ez így működik. Tehát ezen a Földön nincs több pénz. Annyi pénz van, amennyi. Hiába nyomtatnak többet, az azt jelenti, hogy az értékét higítják. Minél több pénzt nyomtatnak, annál jobban higul az érték a pénznek. Tehát az annál kevesebbet ér. Világos ez? Tehát nincs több pénz. Ez minden országban így van, az egész világon így van, csak hogy tiszta és világos legyen, és abból a pénzmennyiségből lehet gazdálkodni. Az azt jelenti, hogy a gazdagok elhitetik az emberekkel azt, ahogy az emberek most működnek, azt elhitetik, hogy az a helyes működés, hogy a figyelmük azok ne a pénzteremtésen legyen, ők nekik van a figyelmük a pénzteremtésen, és ezáltal ugye az átlag embernek összességében sokkal kevesebb pénze van, mint lehetne. És a gazdagoknak meg sokkal több pénzük van, mint kellene. Érted? De ez így van. Ha nem gondolod, hogy így van, akkor is így van. Jó? Tehát nem, nincs több érték, nincs több vagyon ezen a Földön. Annyi vagyon van, amennyi van. És annyi pénz van, amennyi van. Mondom, hiába nyomtatnak, mert lehet nyomtatni nyakra főre pénzt. Meg lehet azt mondani, hogy ha majd már nem is kell nyomtatni, gondold végig. Akkor azt lehet mondani, hogy virtuálisan több pénz. És hol van mögötte az érték? Tehát, hogyha a pénzt is kinyomtatják, attól nincs több érték. Érted? Mit tudom én, mondok egy példát. Mit tudom én, fogná és egy falu azt mondaná, hogy akkor gazdálkodjunk úgy, hogy mi nyomtassunk magunknak pénzt. Érted? Hogy lehetne kinyomtatni? Hogy lehetne meghatározni az értékét? Úgy, hogy fölértékelik a falu teljes értékét. Érted? Tehát a vagyont fölértékelik. Föltulajdont, ingatlan, stb. Stb. És azt mondanánk, hogy annak megfelelő értékű pénzt kinyomtatunk. Világos ez? Ha elkezdenék ezt higítani, akkor az azt jelenti, tehát többet nyomni, mint az érték, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a pénz onnantól kezdve kevesebbet érne. Világos ez? És ez világviszonylatban is pont így működik. És akkor úgy a falunak lenne saját pénze, és akkor egymás közt nem cserélgetnének, hanem saját pénzzel egyenlítenék ki a cserét, érted? És akkor egymás közt vásárolnának. De abban a pillanatban elkezdenének több pénzt kinyomtatni, mint amennyi a teljes vagyona a falunak, világos? Abban a pillanatban tönkre menne az egész, és elkezdene hát inflálódni a pénzük. Így működik az infláció. Hogy több pénz van forgalomban, mint amennyi az érték, mint amennyi a vagyon. Világos ez? Tehát most mondok példát, jó? Konkrét példát. Volt a Covid. A Covidra több milliárd dollárt
a családoknak kifizettek Amerikában a Covid idején. Segélyt. Segélyt. Ez hirtelen, amikor a két segély ki lett fizetve egymás után, két kormány. Egyiket a Trump kormány csinálta meg, a másikat már ez a Biden kormány. Jó, és az azt jelenti, hogy mit csináltak az emberek szerinted ezekkel a pénzekkel? Elköltötték. Tehát magyarul megnőtt a vásárlási kedv. Mit csináltak rögtön a kereskedők? Ding! Felemelték az árakat. Abba a pillanatban. Világos ez? És ez ilyen 10%-os inflációt generálta éves szinten Amerikában. Érted? Ez a két segély. Oké. Okay. Tehát ha több a pénz, akkor az emberek többet vásárolnak. És lehet emelni az árat. Jó? És azt csinálták. Magyarországon is ez volt. Magyarországon mondjuk nem azért emelték, mert több volt a pénz. De itt az emberek nem kaptak segélyeket, a családok nem kaptak segélyeket. Tehát sok millió dollárt, nem is tudom, valami 200-300, nem is tudom hány száz millió dollárt osztottak szét a családoknak. De valami sokat. Jó? Az USA-ban. Szóval, érdekes világban élünk, csak hogy tiszta és világos legyen itt ez a jövedelem kérdés. Tehát én ezt látom itt a PPA-ban is azoknál, akik szerveznek, hogy a figyelmük mennyire megy el. Kicsit elviszik a figyelmüket, a jövedelem rögtön visszaesik a PPA-nál. Abba a pillanatban. Érted? Tehát emberek meg akarnak tollasodni, nem tudnak tollasodni, mert a figyelmük mindig elmegy. Ide, oda, amoda. Érted? Mert átlag emberek. És ugye meg kellene tanulni azt, hogy az ember egy dologra koncentráljon. Tehát a gazdag emberek 10-20 éven keresztül egy dologra koncentráltak. Érted? Tehát csak egy dologra, semmi másra. És az idejük, tehát abban a 10-20 évben mással nem töltötték az idejüket, csak kizárólag a tevékenységgel. Világos voltam? De gondold végig, mondjuk 10-20 évet az ember áldoz, és utána mondjuk 40 éven keresztül meg laza. Érted? 40 éven keresztül azt csinálom, mit akar. Idézőjelben természetesen. Na most, az ember nem csinálja ezt meg, és akkor sose lesz igazából se szabad, se anyagilag független. Jó? Tehát a jó módú egyébként az anyagilag független. Jó? No. Nézzük meg, mit csinálunk, mert ugye azt látjátok, hogy most én beszélek ilyen dolgokról. Nem beszélek én mindenről, ami az embereket és az életet érinti. Jó? Hát a legnagyobb problémánk az, hogy elbutítják az embereket. Hát szó szerint elbutítják. Ez a legnagyobb probléma. És az embereknek fel kellene nyitni a szemüket. Hogy el vannak butítva. És egyre jobban el vannak butítva. Tehát fel kellene nyitni a szemüket. És ahhoz, hogy felnyíljon az embereknek a szemük, sok embernek kell nyitogatni az emberek szemét. Oké? Okay? Hogy a legkönnyebb felnyitni egy embernek a szemét? Hát az ember személyesen beszél vele. Nem másként. Hát úgy, hogyha személyesen beszél. Tehát az ember személyesen beszél emberekkel, akkor könnyebben nyitogatja a szemét, mint egy üzeneteket írsz nekik. Az üzenetírásnak nem sok következménye lesz. Jó? És ugye mire kellene felnyitni a szemét? Hát, hogy nem az eddigi életet kellene élni, hanem egy kicsit mást. Tehát az embernek például kellene tudni azt, hogy te tudod, hogy mik a rossz tulajdonságai? Hm?
Jó kérdés, nem? Na most szerinted a rossz tulajdonságaid az az életben előre visznek? Előrébb visznek? Hm? Tehát akkor nem kellene mondjuk felismerni az embernek a rossz tulajdonságait. És nem kellene esetleg kiküszöbölni a rossz tulajdonságokat? Hm? Mert hogy nem egy rossz tulajdonsága van egy embernek, az biztos. Általában több. Nem kellene? Tehát most gondold végig, otthon, a nagy magányodban, mondjuk a nagy családi magányodban, az azt jelenti, hogy a családdal együtt vagy, ha bárki neked felhívja a figyelmedet a rossz tulajdonságodra, rögtön a nyakának ugrasz. Az tuti. Így működik az ember. Mert senki nem lehet proféta saját hazájában. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy a családtagok azok ilyen téren nem nagyon hallgatnak egymásra, sőt zokon veszik, hogyha a rossz tulajdonságukra felhívnád a figyelmet. De te is ugyanígy zokon vennéd a családtagjaitól. Na most, tehát akkor a családban az, hogy te változást vigyél végbe a tulajdonságai terén, az esélytelen. Esélytelen. Na most, ha nem tudsz a családod miatt változtatni a tulajdonságaidon, már pedig nem fogsz, akkor hát azok a rossz tulajdonságok, amik neked megvannak, azok hogy fognak téged előrébb vinni? Tehát ha azt gondolod az életedben, hogy többre szeretted volna vinni már, mint amilyen szintet elértél az életedben, tehát bármilyen területen, mondjuk ezeken a területeken többre szeretted volna vinni, mindjárt mutatom. Itt van. És vagy ezek közül bármelyiken szeretted volna többre vinni, akkor szeretném neked felhívni a figyelmedet arra, hogy azért vagy most az életed azon szintjén, amilyen vagy, vagy amin vagy, mert olyan vagy, amilyen vagy. Tehát igazából a rossz tulajdonságaid nem engedték, hogy azon előrébb haladj. Világos voltam? De ez nem csak rossz tulajdonságok, hanem rossz szokások is, jó? Tehát ez a két dolog. A rossz szokások, meg a rossz tulajdonságok. Tehát mit tudom én mondjuk, gondold végig, ha mondjuk a párod dohányzik, és ezt zokon veszed, hogy ő dohányzik, akkor meg zokon veszi azt, hogy te zokon vetted. Tehát gyakorlatilag nincs változás. Érted? Az emberek akkor változnak, hogyha annak van vagy lesz várható eredménye. Érted? Tehát olyan eredmény, amit ő szeretne. Olyan eredmény. Az emberek nem változnak, mert nem tudják, hogy megéri. Nem tudják. Na most ahhoz, hogy az ember tudja, hogy megéri a változás, kellene sok olyan embert hallania, akik elmesélték azt, hogy ők miben változtak, és mit változtatott ezen az életükön. Akik otthon ülnek, melyeket nem hallanak. Tehát ha megnézed, a tévében, vagy a közösségi médiában nem látsz ilyeneket. Melyeket nem látsz.
Érted? Tehát ez nem főműsor. Lehet, hogy találhatsz ilyeneket, hosszú keresés után egyes emberek ilyenekről fognak beszélni, hogy ebben-ebben megváltoztak, és az mennyit változtatott az életén pozitív irányba, de ez ritka. Érted? Tehát ez nem műsor. Nincs ilyen műsor. Tehát olyan műsort láthatsz, hogy változtass az életedben ezen a területen, érted? Mert különben ilyen-olyan bajod lesz, vagy már van is. De ez nem ér semmi. Az ér valamit, amikor az ember hall embereket, hogy ők képesek voltak arra, hogy ezeken a tulajdonságaikon vagy szokásaikon változtassanak, és így meg úgy meg amúgy pozitív irányba változott emiatt az életük. És az ember több embertől már hall ilyeneket, akkor egy idő után meggondolkodik, hogy lehet, hogy nekem is kéne csinálni valamit avval a fránya rossz tulajdonságomban, hogy ne akadályozzon az életbe. Mert nincs olyan rossz tulajdonság, amely nem akadályoz, amely segítené neked az életedet. Olyan rossz tulajdonságod nincs, meg olyan rossz szokásod sincs, ami segíteni az életedet. Érted? Nincs ilyen. De az embernek a szokásai, a szokás az, hallottam ilyen mondást, a szokás az nagy úr, az nagyon nagy úr. Oké? Okay. A tulajdonságok meg az meg te vagy. Az meg te vagy. És a tulajdonságait az ember hosszú évek vagy évtizedek alatt gyűjtötték össze az emberek. A szokásokat. A jó szokásaidat azt. Ugye nem kell megváltoztatni természetesen. A jó tulajdonságaidat sem. Bolond az, aki megváltoztatja. Hát a rosszon meg kellene dolgozni. Csak tudod, mi a baj, amikor az ember a rossz tulajdonságain dolgozik, vagy a rossz szokásain dolgozik? Hogy elakad. Elakad közben. És ezért nem tudnak az emberek változni, mert elakadnak, és nincs, aki segítsen neki. És ha esetleg találnának a médiában olyan embereket, akik arról beszélnek, hogy a szokásaikat hogyan változtatták meg, tulajdonságaikat hogyan változtatták meg, és emiatt mennyivel lett pozitívabb az életük, nem tudod fölhívni, hogy segíts már nekem, mert elakadt. Oké? Okay. Itt viszont van egy közösség, ami igazából erről is szól. Hogy kap az ember olyanoktól segítséget, akik már azokat a dolgokat végrehajtották. És változtattak a szokásukon, vagy változtattak a tulajdonságukon. És akkor így látni. Hogy képzeljétek el azoknak, ugye nálunk lehet csapatot szervezni. Tehát bármilyen tanuló, aki tanul, nem regisztrált, aki tanul, az szervezhet tanulói csapatot, a tanulói csapatból meg szervezhet szervezői csapatot. Tehát akik szintén szerveznek tanulókat. És ugye ezáltal létrehozhat egy csapatot az illető. De miért? Milyenek az értelme azon kívül, hogy van egy csapata? Hát az, hogy aki a csapatban benn van, a te csapatodban, és ő tanuló, annak a tandíjából te részesedsz. Oké? Okay? És ugye minél többen vannak tanulók abban a csapatban,
És persze természetesen azoknak a tanulóknak egy részét te szervezted, hát annál több a jövedelmet. És akár el tudod belőle érni azt, amit mondtam, mondjuk az anyagi és a szabadidő függetlenséget, érted? Tehát a szabadság függetlenséget. Tehát, hogy független legyen a szabadidőd is, meg az anyagiak is. Jó? Hát, hogy legyen bőven elég. Időd is, meg pénzed is. Jó? Nyilván a jövőben. És ugye azok, akiknek van csapatuk, azok nagyon érdekes, hogy annál nagyobb csapata van valakinek, minél több rossz tulajdonságát és rossz szokását letette. Tehát jön két ember, és az egyiknek mondjuk 5 év múlva 100-szor vagy 500-szor annyi eredménye van csapatszinten, mint a másiknak. Mert az egyik változtatott a szokásain, rossz tulajdonságain, akinek nagy csapata van, a másik meg nem változtatott. Ennyi. És ezt nagyon jól látni. Nagyon jól látni. Minél nagyobb valakinek a csapata, annál több rossz szokásán, rossz tulajdonságán változtatott. De te azt mondod, hogy de te nem akarsz szervezni. Hát de ez is egy rossz szokás, hogy nem akarsz szervezni. Magyarul nem akarsz beszélni emberekkel, és nem akarod elérni embereknél azt, hogy jobb legyen az életük. Mondjuk, hogy ezeken a területeken elkezdjenek jobban boldogulni, nem akarod. Hát ha ez jó szokás, hogy te nem akarsz embereknek segíteni, akkor én vagyok a hülye. Oké? Okay. Tehát gyakorlatilag az egy nagyon rossz szokás, hogy az ember nem akar másokon segíteni. Mert az életben minden fontosabb, mint hogy mások boldogulásán ügyködjünk. És akkor a mások boldogulásán ügyködünk, akkor mi saját magunk is jobban boldogulunk természetesen. Tehát ez nagyon érdekes dolog, mert ez a kettő, ez abszolút összefügg. Minél inkább ügyködünk mások boldogulásán, annál boldogabbak leszünk mi saját magunk is. Na most gondold végig, sok ember, aki itt tanul, azt mondja, tehát én nem akarok tanulókat szervezni. De ott kezdődik, nem biztos, hogy kimondja, de fejében ott van, hogy mit akarok én vesződni az emberekkel? Dehogy akarok vesződni velük. Ez véletlenül nem rossz szokás. Gondold végig, 87-ben én 26 éves voltam. 26 éves koromban már elkezdtem emberekkel foglalkozni. Érted? És eszembe nem jutott ilyen, hogy én nem akarok emberekkel kommunikálni, nem akarok embereket szervezni, nem akarok az embereknek ajánlani dolgokat, érted? Úgy avval kezdődött, hogy ajánlottam neki dolgokat, nekik dolgokat. Üzletkötőként működtem. Tehát nekem eszembe se jutott ilyen, hogy én ilyet ne csináljam. Sőt, tudom én egy év múlva, 88-ban már azt mondtam, hogy á, most már értem, miért mondják, hogy aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni. Mert addig én fizikai munkával kerestem a pénzemet végig, ugye 87-ig, és 87-ben elkezdtem szellemi munkával pénzt keresni, és már 88-ban rájöttem arra, hogy mennyire igaz az, hogy aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni. Mert ezt előtte én sose értettem, hogy ez mit jelent. Szóval mondom, gondold végig, hogy ez egy rossz tulajdonság, vagy rossz szakás. Hogy te nem csinálsz ilyeneket.
ugye az tulajdonság, hogy nem akarsz megtanulni jól bánni az emberekkel. Tehát ha jól tudnál az emberekkel bánni, akkor követnének. Érted? Mert az emberek maguktól csak olyan embert követnek, akik jól bánik az emberekkel. Érted? Tehát az embernek akkor meg kellene tanulni jól bánni az emberekkel. És ahogy egyre jobban bánik az emberekkel, a tulajdonsága ezen a téren, mert ez egy emberi tulajdonság, hogy ki hogyan bánik másokkal. Oké? Ez egy tulajdonság. És az ember ezt fejleszti, ezt a tulajdonságát, akkor az azt jelenti, hogy követik őt. Érted? Bizony. Tehát akkor az azt jelenti, hogy azt a szokásodat, hogy nem tudsz jól bánni az emberekkel, nem akarod fejleszteni. Tehát például nekem azt mondták 90, mikor? 3-ban? 4-ben? Igen. Akkor találkoztam Dale Carnegie-nek a Siker Kalóz Egyesével. 93-ban, 94-ben. Van neki 2-ese is, 3-asa is. Ugye Siker Kalóz 2, Siker Kalóz 3. De Siker Kalóz 1-jel találkoztam természetesen, mert akkor még csak az volt. És az végig arról szól, hogy hogyan bánjuk az emberekkel. Helyesen. És én rájöttem abból a könyvből, hogy sok mindent nem úgy csinálok, mint ahogy ott le van írva, helyesen. Érted? Pedig már 6 éve foglalkoztam emberekkel, de nem volt nagy csapatom. 6 év alatt nem tudtam elérni azt, hogy nagy csapatom legyen. Tehát nem tudtam azt elérni, hogy sokan kövessenek. Érted? 6 év alatt. 6 év alatt azt tudtam elérni, hogy kb. 20-30 ember követett. Hát ez semmi. Érted? De onnantól, amikor találkoztam olyan irodalommal, hogy hogyan bánjunk másokkal, hogy ezt a tulajdonságát az ember fejlesz-e, az emberi bánásmódos tulajdonságát, az azt jelenti, hogy a következő 3 évben már kb. 800-on követtek. Érted? Tehát 6 év alatt annyit tudtam elérni, hogy ilyen 20-30 ember kövessen, majd utána, amikor fejlesztettem a tulajdonságaimat, nyilván könyvekből, akkor utána el tudtam érni azt, hogy sokszorozódott az, aki követett. Érted? De ez nem az exponencialitás, mert nem tudtam, milyen a jó tulajdonság, érted? Mi kell az emberekhez? Nem tudtam. Nem tanítottak nekem ilyet. Érted? És kellett hozzá egy könyv, ami ebben segített. Meg tudod venni ezt a könyvet. Régen árusítottuk is ezt a könyvet, még hajdanában, danában. Jó, tehát meg lehet venni. Akkor nem tudtam üzletet kötni, tudtam, de mennyi segítséget jelentett az üzletkötésben? Az első ilyen könyv, amit olvastam, az a Frank Bedgernek az üzletkötés iskolája. Tehát Frank Bedger üzletkötés iskolája. Ez nekem egy alapkönyv volt. Ez az első könyv, ami életemben az emberi működésről olvastam. Ez volt a legelső, 93-ban. Üzletkötés iskolája. Frank Bedger üzletkötés iskolája. Egy alapkönyv. Tehát ha most azt gondolod, hogy megírták ezeket a könyveket, mint tudom én, Dale Carnegie is, meg Frank Bedger is x 10 éve,
Azt hiszed, azóta az emberek változtak? De hogy is, alapvetően ugyanúgy működnek. Ugyanúgy. Jó? Tehát alapvetően ugyanúgy működnek. És utána a harmadik könyv, az már egy hálózatépítésről szóló könyv volt. Mert hát a hálózatépítést is kellett nekem tanulni. Mi a hálózatépítés? Ugye a hálózatépítés az, hogy megtanulod magát, azt a terméket vagy szolgáltatást eladni. Ezt megtanulod. Oké? Utána, ha ezt megtanultad, akkor mivel hozhatsz embereket, megtanítod nekik azt, amit tudsz. Oké? Tehát, ha te tudsz értékesíteni, akkor megtanítod nekik az értékesítést. Azután, mivel már te megtanítottad az értékesítést, megtanítod az értékesítődnek, hogy ő is tudjon tanítani értékesítőjét. Nem tudom, világos-e? Tehát te vagy az A, A-ként megtanítod B-t értékesíteni, és utána megtanítod B-t arra, hogy C-t tanítsa meg értékesíteni. Oké? És utána megtanítod arra B-t, még mindig B-ről beszélek, megtanítod B-t arra, hogy hogyan tanítsa meg C-t arra, hogy D tudjon értékesíteni. Érted? Ez a hálózatépítés. Ez. És az azt jelenti, hogy nem kell egész életedben feltétlenül csak értékesíteni, hanem el tudod érni azt, hogy legyen egy csomó olyan ember, aki értékesít a csoportodban, és annak a jutalékából tudsz részesedni. Nálunk a közvetlen jutalék az 30%-tól 76%-ig terjed, közvetlen jutalék. Tehát ha neked van közvetlen tanulód, ha a csoportodban van tanuló, akkor pedig az 5%-tól terjed egészen, vagy 4%-tól, 4 vagy 5%, most fejből meg nem mondom, egészen azt mondja, hogy vagy 50%-ig, valahogy így. Jó, pontos számokat tudnék mondani, elővenni. Jó? A csoportból, akiket nem te hoztál. Szóval ez a hálózatépítés. Tehát akik saját erejükből lettek jómódúak, anyagilag függetlenek, és akik leggyorsabban a világban anyagilag függetlenek lettek, és a legtöbben, akik anyagilag függetlenek lettek, az elmúlt 50 évben, a 70-es évektől, azok hálózatépítésből csinálták ezt meg. Oké? Tehát a legtöbben, és akik a leggyorsabban érték el. Tehát te gondolkozhatsz bármi másba is, hogy esetleg elérd majd az anyagi függetlenséget. Csak esélyed sincs rá. Mivel a statisztika azt mutatja, hogy a világon a legtöbb jómódú, tehát nem azt mondom, hogy gazdag, de az a 2%, tudod. Tehát az 1% a gazdag, 2% a jómódú.
az anyagilag független és időben is független. Ebből a 2%-ból a legtöbb ember a bolygón hálózatépítésből csinálta meg az elmúlt 50 évben. Te meg kihagyod ezt egy olyan szolgáltatásnál, mint a milyen, ami bolygó szinten totális egyedülálló. Minél egyedülállóbb egy szolgáltatás vagy egy termék, a termék azt felejtsük el, mert az hálózatépítésben mind átverés valamilyen szinten, tehát a termékek azok mind a hálózatépítésben valamilyen szinten átverés. Miért? Mert drága a termék és nem ér annyit. Oké? De a szolgáltatás az más. Tehát ha megnézed, nem találsz még egy olyan szolgáltatást, ami ennyire egyedülálló lenne bolygó szinten. Hálózatépítésben. Jó? Nincs. Tehát a miénk a legegyedülálló. Ami azt jelenti, ráadásul még a legnagyobb szükség van rá erre a szolgáltatásra, mint bármilyen más szolgáltatásra bolygón. Sokkal nagyobb szükség van a mi szolgáltatásunkra. Hát mi a mi szolgáltatásunk? Rendszeresen tanítunk az embereknek ezekre a területekre tudást. Ezeken a területeken 9 év alatt megyek végig. Úgyhogy havonta 30 óra tudást nyújtok. Oké? 30 órában, az azt jelenti, hogy 9 év, akkor számolgassatok, az 30, hetente 2, az 52 hét van, ugye, vagy 12 hónap van egy évben, az 360 × 9, az a hét az valamivel több, mint 3000 óra. Tehát 3000 órát mi tudást tudok átadni. Érted? Mennyi? 3240. Érted? Ennyi tudást tudok átadni. És nincs még a bolygón más szervezet és más oktató, aki erre képes lenne. Oké? Nincs. Kereshetsz, csak nem fogsz találni. És ez nem nagy képűség. Ez van. Jó? És ezeken a területeken nem tudsz olyan kérdést föltenni, amire ne tudnék mondjuk 3 percen belül választani. Jó? Tehát ebben benne van nem csak az élet működés, vagy nem csak az ember működése, hanem az élet működése is. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy van egy olyan szolgáltatásunk, amire hát, hogyha azt szeretnénk, hogy minden szociális ember beteljesítse a küldetését, akkor ez 6,4 milliárd ember. Oké? Miért kell egy embernek beteljesíteni a küldetését? Mert különben rosszul fogja magát érezni ebben az életében is, meg a következőben is. Jó, ha nem teljesíti be a küldetését. Maradjunk ennyiben. Csak így nagyon röviden, mert ránéztem az órára. Jó? Úgyhogy gyere tanulni közénk, várunk szeretettel, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!